Jó estét kívánunk! Sok szeretettel köszöntünk mindenkit ezen a közös estén, amit a következő órákban együtt fogunk eltölteni Ryz Levente emlékére, a Ryz Levente emlékkoncerten. Jó estét kívánok! Rapp Ferencet hadd mutassam, meg gondolom nem kell bemutatni senkinek. Köszönöm. Ahogy Abaházy Csabát sem, ha megengedik, mi fogjuk önöket végig kalauzolni ezen a ma estén, és fogjuk bemutatni a közös emlékeket is. Ryz Levente szerette a klasszikus zenét, szerette, és nem csak szerette, hanem rendszeresen segítette, támogatta is a 17. kerületi Bartók Béla alapfokú művészeti iskolát, illetve az ott működő tanári zenekart, a Concerto Filharmóniát. Szívügye volt, hogy a kerületben felcsendülhessen Bach csodálatos nagypénteki zenéje, a János Passió. A zenekar ezért most is Bach muzsikájával emlékezett Ryz Leventére, amit hallottunk, a D-dur szvítből az R című tétel volt. És Bach zenéje után jöjjön egy régóta tervezett átdolgozás, mégpedig a Még egy kör zenekar egyik saját dala, Identitás dalának az átdolgozása, amely Mirák József szerzeménye, Mirák József egyébként szintén a Bartók zeneiskolában tanár, és ő készítette el Balogh Lázárral közösen ezt a vonós hangszerelést. Én azt gondolom, hogy ez egy különleges pillanata lesz a ma estének. Minden bizonnyal. Fogadják szeretettel. Thank you.
Nem könnyű beszélni ezután, meg egyáltalán az a mai este soha nem szoktam izgulni. Most meg rettenetesen izgulok, hogy minden jól sikerüljön. Két ezzel dolgot szeretnék elérni a ma este folyamán, hogy a kedves jelenlévő közönség érezze azt, amit mi szervezők és a zenekar tagjai érzünk, hogy Levi itt van velünk. Ha egy pillanatra becsukjuk a szemünket, akkor nem csak tényleg ezt fogjuk érezni, hogy itt van, de én ígérhetem, hogy még a hangját is fogjuk hallani a ma este folyamán. Csabi néhány héttel ezelőtt küldött nekem egy messenger üzenetet, mert milyen modern emberek vagyunk, és először csak az volt, hogy szia, hívhatlak, és valahogy tudtam, hogy miről van szó. Mert ahogy mi számíthattunk mindig Leventére, Levente is bizton számíthatott arra, hogy a barátai biztos, hogy együtt akarnak lenni. Hihetetlen, hogy itt vagyunk egy teremben ennyien, és ennyi ember között, nyilván többünkben több közös dolog is van, de egy biztosan az pedig Briz Levente. Azért, mert szerettük őt, ki mint barátként, ki mint régi iskolatársként, munkatársként ismerhette meg, még egy lámpa is elaludt most ebben a pillanatban, illetve azért akár, mert kerületi lakos volt és nagyon tisztelték, de egy biztos, hogy ez a szeretet, ez kölcsönös volt, hiszen mindenki érezhette, hogy Levente is igazán egy percig sem gondolkodott például azon, amikor két hivatás között választani kellett, hogy a kerületért dolgozik tovább. Úgyhogy mi lesz itt a ma este folyamán? Hát emlékezni fogunk sokféleképpen, sokféle emberrel. Először is szeretnénk nagy-nagy szeretettel köszönteni a tisztelt egybegyűlteket, mindenki, aki itt van, szerencsés, hiszen jegyet kapott a mai estére, nem volt állítólag könnyű, és külön szeretném köszönteni a Ríz családtagjait itt az első sorban, és polgármester urat, Horváth Tamást nagy-nagy szeretettel köszöntjük. Azt szeretnénk megmutatni a ma este folyamán, hogy Levente egy sokoldalú ember volt. Főleg a zeneiségéről, a zenei munkásságáról fogunk mi képet adni, vagy legalábbis azt remélem, hogy sikerül képet adnunk. Nagyon sok mindennel foglalkozott, de mi, akik a színpadon állunk, azért állunk most a színpadon, mert ismertük, szerettük, és volt szerencsénk együtt zenélni Leventével. Nagyon sok barátja lesz itt velünk, nagyon sok egykori zenésztársa, sokan azok közül, akiket támogatott, akiket szeretett, akikkel közösen indult ezen az úton, úgyhogy jó sok mindenkivel fogunk találkozni itt a színpadon. Ennek megfelelően több műfajban is képviseltetve lesznek ezek a bizonyos zenei irányzatok, sőt nem csak zene lesz, hiszen hallottunk már most klasszikus zenét, a műfaj helyességnél maradva lesznek kórusművek, és a zene különböző válfajai lesz, gyors és lassú zene, halk és hangos zene. A lényeg az, hogy sokféle zenét fogunk hallgatni. A barátok közül pedig azt hiszem itt az ideje, hogy lassan elsőként szólíthassuk Takács Botondot, aki elmondja, hogy honnan és hogyan és milyen módon ismerte meg Leventét, és hogyan zenéltek együtt, hiszen sok-sok közös emlék fűzi össze őket. További szép estét kívánunk! Leventével mi a középiskolában, a gimiben évfolyamtársak voltunk, és hát sokszor összejártunk, ismerkedtünk a hangszerekkel, ki mit játszik éppen, mit tanult meg hát ismerkedtünk azzal, hogy mit hallgat a másik. Gazdát cseréltek a kazetták, a magnó kazetták, King Crimsonok, Pink Floydok, Emerson, Lake és Palmerek. Úgyhogy most innen a kezdetektől szeretnénk indulni, az Emerson, Lake és Palmer From the Beginning című darabját vezetnénk elő, illetve ezt összekötjük a The Sage című kompozícióval. You see it all.
not been so cruel, not been such a fool. Whatever was done is done, I just can't recall. It doesn't matter at all. So clear, you meant to be here. Our reasons are lost.
in our right. Hát ugye Leventével való kapcsolatom, ezt most már elmondtuk, talán a Szilárdot nem biztos, hogy ismeri mindenki, bár itt kezdődött a kerületben vele is a közös zenei életem, vele az Undead Voodoo nevű zenekarban játszottunk a 90-es években, szintén gimisként kezdtük el. És azt hiszem, hogy neked pedig mi a kötődésed, neked volt egy lemezed akkoriban, hát egy 96-ban vagy 97-ben. Tudják ez milyen, hogy lemezt csinálnak a gimisek, tehát ez... Fölvettünk egy demót saját számokkal, és volt egy szám, amiben elengedhetetlen volt, hogy legyen zongora, és a Boti azt mondta, hogy én tudok egy srácot, aki ezt föl fogja tudni játszani, ez az I Need Your Love című szám, és abban a Levi zongorázott. Ez 96-ban volt az. 96-os, igen. Jó, és hát ha említettem a Pink Floydot, akkor azt hiszem teljesen érthető lesz a következő dal, a címéből következően. Érteni fogjátok a választásunkat. Jó? Köszönjük szépen! Szabó Szilárd,
Gondolom sokan ismerik, sokan ismeritek Borvári Lacit, hát ugye a kerületünkben él egy igazi költő, aki még egy kör dalszövegeit is írja többek között. Sőt, hát aki rendszeresen jár még egy kör koncertekre, a Gyárt a múltban, azt tudja, hogy ő teremtette meg a hangulatot, akár a Csekóban, ugye az emlékezetes legendás farsangi vagy utószilveszteri bulikon, lemezlovasként, most viszont költőként érkezett hozzánk. A színpadon fogadjuk szeretettel Borvári László. Én is köszöntök mindenkit meg. Hát ez egy olyan este, amikor azt nem mondhatjuk, hogy olyan nagy örömmel vagyunk itt, de mégis. Annyira személyes a történet, amit el akarok mondani, hogy annak idején az egy, hát nem is tudom sajnos ezt a dátumot, azért örökre meg kell jegyeznem, de inkább csak a napot mesélem, hogy ért egy fantasztikus örömhír az nap. Délelőtt szóltak telefonon a nyomdából, hogy megjelent a verses kötetem. Azt mondtam, ez az igazi boldog napom, és aztán valamikor délután este felé kaptam egy másik telefont is. Az volt a szomorú hír. Igazából akkor olyan vívódás volt bennem, nem is tudtam, mi történjen. Valahogy föl kellett ezt dolgoznom. Én az a típusú vagyok, az a típusú író ember, aki mindig, hogyha valamiféle impulzus ér, hál' Istennek, a jó Istennek, én csak öregnek hívom, az öreg segít nekem, és akkor ma már nem tollat ad a kezembe, hanem odaültet a gép elé, és megírom. Nos, akkor azon a bizonyos estén ez így nem jött össze, hanem elkezdtem beszélgetni Leventével. Levente, aki akkor elmondta, hogy figyelj, van neked ez a képességed, ezt valahogy te is megkaptad az öregtől. Olyan sokat beszélgettünk arról, hogyha dolga van veled, akkor biztos, hogy ezt meg kell tenni. És akkor ez a beszélgetés, ahogy így zajlott köztünk, egyszer csak odaültem tényleg a gép elé, és azt írtam meg, amit ő mondott. Úgy éreztem, hogy az ő szavait kell, hogy valahogy tolmácsoljam, és egy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon mély, bensőséges pillanat ez számomra, hogy teljesen furcsán, de mégis azt mondom, hogy az ő szavait olvashatom fel. Bocsássák meg nekem, mert szerintem a legrosszabb, amikor a költő a saját versét mondja, igyekszem majd valahogy azért olyan irodalmi lenni. Most a másik oldalon járok, de hidd el, nem változott semmi. Maradtam, aki voltam, te is önmagad vagy, csak el kellett menni. Szólíts most is úgy, ahogy a hétköznapokon neveztél, emlékezz rá, hogy mennyit nevettem, és mennyit nevettél. Beszélj velem úgy, ahogy szoktál, ne keress új szavakat. Kicsit változott a világ, de most ez lett neked a feladat. Tudod, nem várok pátoszt, és az arcod se legyen szomorú. Ne hagyd abba a kacagásod, úgyis elszárad a koszorú. Szólíts továbbra is nevemen, teljen be vele a szobád, a te feladatod megőrizni a megélt sok-sok csodát. Ne árnyékolja be dolgos napjaidat az elvárt gyász. Az élet ma is olyan, mint tegnap, csak másként jársz. Mert bár nem látsz engem, azért még itt vagyok veled. A fonalunkat nem vágta el semmi, és gyógyul a sebed. Ne hidd, hogy messze mentem, az út másik oldalán vagyok. Most ott pihen a lelkem, és gyöngét szeretetettől ragyog. A könnyeit töröld le, tudom, lesz erőd, mert benned a béke. Ne sírj azért, mert szeretsz engem,
lesz a szívednek menedéke. Isten velünk, Isten veled, Levente. A következő fellépő a Kontrapunto Kamarakórus, 5 évvel ezelőtt 2014 őszén alakult Rákos mentén vezetője, Jakobei Márton, aki Leventéhez hasonlóan a Fűs Sándor gimibe járt, ugye ez a mai balasi, és közösen keresgélték a zenei útjukat annak idején. És hogy beszéltük az előbb, hogy egyszer minden körbe ér, hát a már sokat említett nyelvtanilag nem teljesen helyes personál non grata egyik alapító tagja is volt Jakobei Marci, mert hogy mi csak Marcinak hívtuk. Ő volt a villámkező gitárosunk, szóló gitárosunk, sőt abban az első néhány évben, amíg énekest kerestünk, ezzel sok zenekar küzd ezzel a problémával, addig ő volt az énekes is, egyébként meglehetősen jól csinálta. Mi sem mutatja jobban, hogy ma már ugye a legfőbb hivatása maga az éneklés, az énektanítás, illetve az angol nyelvtanításra emellett, és hát több kamarakórust is alapított már, köztük a Kontrapunto Kamarakórust, amely immáron most már 5 éves. Mindenféle korosztály megtalálható ebben a kórusban, és azt tartja össze, ami általában a zenekarokban is az embereket, így működik ez a kórusokban is, meg a klasszikus zenével is, a zene közös szeretete. És fontosnak tartják Rákosmenti kórusként, hogy rendszeresen megjelenjenek a kerületben, legyen ez önálló koncert, fesztivál, bál, meglepetés, éneklés, vagy éppen kórus találkozó. És ide tartozik az is, hiszen lassan benne vagyunk az adventi időszakban, hogy ugye itt helyben, Rákosmentén a kerületben nagyon sok fellépésük van, hála Istennek, és a karácsonyi időszakban is mindig tartanak egy karácsonyi koncertet, ott is szoktunk találkozni, hogyha van szerencsém, és általában van, felkérnek, akkor ott is szoktam konferálni nekik ezeken a koncerteken. Több templomban is felléptünk már, de a legtöbbször talán a Rákosligeti templomban, ott lesz idén is a koncert egyébként. Nagyon rossz vagyok dátumokban. December 20-a vagy 21-e, azt javaslom, hogy először menjek el 20-án, és ha nem akkor volt, akkor holnap lesz. És pont egy ilyen talán adventi időszakban adott koncerten, és az nem is biztos, hogy ez a kamarakórus volt, mert én is keverem már a dátumokat és a helyszíneket, előadókat. A Levente is fellépett a kórussal, és Jézust játszotta. És egyébként a Marciék pályafutását rendszeresen figyelemmel kísérte, tehát megjelent, támogatta is, nem csak anyagilag, hanem szakmailag is több esetben a kórusokat, többek között a Kontrapunto kórust is. És hát azért néhányat szerintem hadd mondjak el a sikereik közül, mert hogy azért 5 éves zenekarról vagy kórusról beszélünk, de bizony vannak szép sikereik. Hát talán szépen sorba 2015 őszén a lengyelországi Zakopane városában adtak koncertet, meglehetősen nagy sikerrel, hiszen később is visszahívták őket. 2016 októberében a következő évben felléphettek Prágában, 18 márciusában jártak Olaszországban a Gardatónál a nemzetközi kórusversenyen, és azért onnan már nem is üres kézzel jöttek haza, hanem két aranydiplomával, illetve egy kategória győzelemmel. A tavalyi budapesti Laurea Mundi kórusversenyt és az idei budapesti nemzetközi kórusversenyt ugyancsak aranydiplomával zárták. Szerintem egy tapsot megérdemelnek. Köszönjük szépen. Fennállásuk 5. évfordulóját a CP5 elnevezésű Rákosmenti koncertsorozattal ünneplik, melyben minden oldalukat igyekeznek megmutatni, köztük olyanokat is, amelyet eddig a nagy közönség nem ismerhetett tőlük. Úgyhogy most ők következnek, hölgyeim és uraim, fogadjuk szeretettel a színpadon a következő percekben a Kontrapunto Kamarakórust.
We'll be your witness for my Lord. We'll be your witness for my Lord. We'll be your witness for my Lord. Oh, I'll be your witness for my Lord. I'll be your witness for my Lord. I'll be your witness for my Lord. Oh, I'll be your witness for my Lord. There was a man of the Pharisees. His name was Nicodemus, and he didn't believe. The same came to Christ by night. Wanted to be taught at the human side. Nicodemus was a man who desired to know how a man can be born when he's old. Christ called Nicodemus as a friend. Man, you must be born again. He said, I am not a man if you want to be born. He must be back. Believe and be baptized. Then you'll be a witness for my Lord. 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 You read about Samson. From his birth he was the strongest man that ever lived on earth. He lived younger in ancient times. He built them thoughts about the Philistines. Then on Samson went up and did a mount. Samson's strength was never found out. Then his wife sat upon his knee. She said, throw away your strength lies if you please. Then on Samson's wife, she spoke so fast. Samson said, over my head. Cut it off! Cut my head, just as clean as your head, and my strength will come like a natural man. Samson's a witness for my Lord. Samson's a witness for my Lord. Samson's a witness for my Lord. Lord is a witness for my Lord. Nagyon sokan kérdezték tőlünk, hogy egy ilyen estet miért nem teszünk annyira nyilvánossá, hogy bárki részt vesse rajta, hogy miért nem ingyenes. És aztán azt is feltették azt a kérdést, hogy ha már egyszer fizetni kell a belépőért, akkor mi lesz ezzel a bevétellel? Szeretnék elmesélni egy történetet, amit lehet, hogy a jelenlévők talán ismernek is, de nagyon sokan biztos, hogy ismernek. Minden karácsonykor, vagy karácsony közelettével Rákosmente önkormányzata a rákosmenti nagycsaládosokat segíti, van egy nagycsaládosok karácsonya, és Ríz Levente a saját keretéből, a saját fizetéséből, ugye neki volt összeköttetése, tudta, hogy a rászorulóknak mire van szükségük, és mindig a saját keretéből megvásárolta azt, amire a nagycsaládosoknak szüksége volt, és így a nagycsaládosok karácsonyán át tudta adni ezeket az ajándékokat. És mi is feltettük magunknak a kérdést, hogy ha már egyszer ennek az esnek van bevétele, akkor mit kezdjünk? Indítsunk egy alapítványt, támogassuk a helyi kultúrát, esetleg ajánljuk fel valakinek, és a Ríz családdal beszélgettünk arról, hogy vajon mit lehetne kezdeni ezzel az összeggel, és egybehangzóan mindannyian azt mondták, hogy ezt a hagyományt szeretnék folytatni. Amit Levente kezdett el, hogy minden karácsonykor a rászoruló nagycsaládosok itt Rákosmentén érezzék azt, hogy velük is törődnek, hogy nekik se kelljen nélkülözniük a szeretet ünnepén. Úgyhogy mindannyian, akik itt vagyunk és egyet váltottunk erre a koncertre, azért beszélek többes száma, mert mi fellépők is, azon túl, hogy természetesen a fellépésért senki nem kér és nem is kap gázsit, a szeretteinket úgy tudtuk mi is beültetni a sorokba, hogy nekik megvásároltuk a jegyeket. Szóval mindannyian hozzájárultunk ahhoz, hogy idén is megtörténhessen az a csoda, amit Ríz Levente indított el néhány éve, tehát támogatni fogjuk a Ríz család segítségével és jóvoltából a rákosmenti rászoruló nagycsaládosokat, és már azt is tudjuk, mert a műfáz a tudtunkra adta, hogy ebből a bevételből, amiből persze ilyenkor lejönnek az adók meg a jogdíjak,
370 000 forintot tudunk felajánlani erre a célra, és ezt nagyon szépen köszönjük önöknek, nektek és a családnak. És még egy nagyon fontos dolog, amit már így közösen eldöntöttünk, akik szerveztük ezt az estet, és gondolkodtunk rajta nagyon sokat, hogy még csak nem is ez az utolsó alkalom, hogy ez a csoda megtörténik, mert szeretnénk ezt továbbvinni, és már most biztosan tudjuk, hogy jövőre is megrendezzük a Ries Levente emlékkoncertet, remélem akkor is találkozunk majd. A taps természetesen nem nekünk szól önöktől, hanem önöknek is, tőletek, nektek. És ez igazán szép dolgokról valahogy mindig kiderül, hogy nem csak jó, meg jó érzés, hanem még praktikusak is. Ebben már is mondom, hogy mi az igazi praktikum, az, hogy nem csak Leventének az emléke él velünk tovább, hanem tovább vihetjük azt a fajta szellemiséget és munkát tulajdonképpen így közösen, és ismételten hangoztatjuk, hogy a közönség közreműködésével és anyagi hozzájárulásával együtt, tehát azt a szellemiséget és munkát, amit tulajdonképpen Levente indított el, úgyhogy köszönjük szépen még egyszer. Nagyon reméljük, hogy a függöny mögött mindenki jól van. Mégiscsak vannak titkok a függöny mögött. Csaba tudott valamit, ezért húztuk be. Egyébként az elején, amikor volt ez a kis összefoglaló tartalomjegyzék, hogy mi minden fog történni a mai nap folyamán, akkor mondtuk, hogy itt lesznek a barátok, egykori zenésztársak, de akkor azt nem mondtuk, hogy a mai napra tartogatunk meglepetést is, meglepetéseket is. Az egyik ilyen meglepetés produkció következik most. Mindig nagy tisztelettel, szeretettel beszélt Levente testvéréről, Ries Lauráról, aki ugye profi jazz énekes, zeneszerző, és hát egy kicsit a következő percekben talán egy csodálatos helyszínen találhatjuk magunkat, még a szemünket sem kell lehújni hozzá, elég, hogyha csak a fülünket tágra nyitjuk a következő percekben. Szóval, amit el kell képzelnünk, az egy nagyon helyes kis tér, és ezen a téren ilyen kis semmitmondó nevű helyek vannak, mint Grand Casino, Paris du Hotel, hát csak puskázok, pedig megpróbáltam hármat megjegyezni. Ez lesz a legnehezebb. Én is ezért örülök, hogy csak két gyerekem van. Addig jó vagyok. Te is, a te, meg a többiek, és szólj a harmadiknak. Nagyon nehéz helyszín a harmadik, egyébként ott most nagyon sokat lépnek fel, ez pedig a Café de Paris. Szóval Monakóban járunk a következő percekben, és ebben a helyes kis franciaországi önálló nemzetállamban fantasztikus hangulatú jazz koncerteken vehetnek részt azok, akik annyira szerencsések, hogy ezekre a helyekre be tudnak jutni, és még jegyet is tudnak váltani, nagy Isten, az első sorokba. És hát bizony most ez a hangulat tud idejönni hozzánk, akiknek pedig ezt köszönhetjük, Ries Laura és Botos Zsolt, illetve Fábián Ricsi a billentyűknél. Fogadjátok őket nagy szeretettel! I go to when no one knows me. It's not lonely, it's a necessary place. It's a place I made up, find out what I made up. The nights I stayed up, calling stars and fighting sleep. Let it wash over me, I'm ready to lose my feet. Take me off to the place. Somebody feels like mystery, steady and underline. Lose every sense of life. Take it all in and wake up. That's more part of me. Day to day I'm fine to see and find her power to go. Everybody's got a reason, everybody's got a pain. We just catching and releasing
let me tap through underneath. It gets into your body, it flows right through your blood. We can tell each other secrets and remember how to learn. Da 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 da. There's a place I'm going, no one knows me. If I breathe slowly, let it on and let it in. It can be terrifying to be slowly dying, or so clarifying the end that we begin. Let it wash over me, I'm ready to lose my feet. Take me off to the place where body feels like mystery. Steady and under line, lose every sense of time. Take it all in and wake up, that's for part of me. Day to day I'm blind to see and find how far to go. Everybody's got the reason, everybody's got the view. We just catch it and release it. Let me talk through all the day. It gets into your body, it flows right through your blood. We can tell each other secrets and remember how to love. Da 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 da. Remember how to laugh. Let it wash over me. I'm ready to lose my feet. Take me off to the place where body feels like mystery. Steady on down the line, lose every sense of time. Take it all in and wake up, that's more part of me. Day to day I'm blind to see and find how far to go. Everybody's got the reasons, everybody's got the way. We just catching and releasing what we come through all the day. It gets into your body, it flows right through your blood. We can tell each other secrets and remember how to love. Da 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 da. Catch and release. Fogd meg, ragadd meg, és engedd el. Talán az egész élet ilyen, nem? Legalábbis ebben a földi 3D-ben, ebben a földi testben. Nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy itt vannak, hogy itt vagytok, és ne higgyétek, hogy nem éreztük azt a mérhetetlen törődést, szeretetet, támogatást, az összes felénk áradó kedves gondolatot, ami Levente felé megérkezett, az egész család érezte. Szóval köszönjük még egyszer, és hát jó lett volna nem itt találkozni, mert szerveztünk mi ugyan közös koncertet, kihelyeztük a jövőben, hiszen annyira elfoglalt volt, és mint akár mindannyian, ő is egy nagyon különleges lélek, szellem, és hát nagyon meg volt áldva mindenféle különböző tehetséggel, adottsággal, szóval én nem is értettem, hogy hogyan tudja mindezt összehozni, egyrészt hogy tudja
időben menedzselni az életét, mert amilyen jó polgármester volt, vagy a közösségért élő valaki, legalább ugyanolyan fantasztikus zenész lehetett volna. De tulajdonképpen az is volt, mert csodálatos szerzeményei vannak, amiket még senki nem hallott a Láda fiában. Én ismerek egy néhányat közülük, és illetve kedves felesége Barbus. Úgyhogy remélem majd egyszer adódik rá lehetőség, és ezt elő tudjuk venni, és fel tudjuk dolgozni. Nagyon szerette a zenét, hát ezért is volt egy zenekarnak a tagja. Van egy dal, ami különösen a kedvence volt, amit szerintem már mindannyian ismertek. Mi még soha nem játszottunk együtt. Soha nem játszottuk, én se énekeltem még ezt a dal, de tulajdonképpen én hiszem azt, hogy nincsen úgymond végleges elmúlás, hanem csak az ember átvált az egyik szférából a másikba, és mióta itt hagyta ezt a kicsit megfáradt fizikai testet, azóta nagyon sokan és sokszor érezzük a jelenlétét, ami nem azt jelenti, hogy itt akarjuk őt ragasztani, hanem egyszerűen csak jó néha kapcsolódni újra, és ezzel így is leszünk, így is maradunk mindannyian. Van egy dal, amit ő nagyon szeretett, és tulajdonképpen amikor énekelte, akkor talán egy egészen új értelmet nyert ez a dal. Ennek a címe Nélküled. Szóval gyerünk, Levi, segíts nekem elénekelni. Talán ketten könnyebben megy. Nélküled. Kéne még elmondanom, s ha nem teszem, talán már nem is lesz rá alkalom, hogy elmeséljem, milyen jó, hogy itt vagyunk, s mint régi jó barátok, egyet mondom, s egyet gondolom. Téptem magányos fenyő, mint a vízét vesztett patak, mint az odébb rúgott kő, mint a fáradt vándor, ki néma enni kéri, otthont, házat, hazát, nyugalmat már többé nem remél, s bár a lényeget még nem értheted, amíg nem éltél nehéz évekén, hogy történjen bármi, amíg élünk és meghalunk, mi egy vérből való vagyunk. Mint a leszakított haldokló virág, mint az 5 millió magyar, akit nem hal e nagy világ, mint a porba hullott ma, mi többé nem ered, ha nem vigyázol rá, olyanok leszünk, mi is nélküled. S bár a lényeget még nem értheted, amíg nem éltél nehéz éveket, hogy történjen bármi, amíg élünk és meghalunk, mi egy vérből való vagyunk, hogy történjen bármi,
is meghalunk, mi egy vérből valók vagyunk. Mi egy lélekből valók vagyunk. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Ez inkább neki szól, mint nekem, mert sokkal szebben énekelte, de hát ez volt az első alkalom. És amivel búcsúzni szeretnénk, az megint egy angol nyelvű dal, hogyha nem bánják, nem bánjátok. A címe, ez, mivel Levi is nagyon hitt abban, hogy a világ egyre jobb és jobb lesz, és hogy mindannyian meg tudjuk emelni, ha úgy tetszik ezt az országot, sőt, tovább menve akár ezt a bolygót, hitt a jobbító erőben, jobbító szándékban. Talán ez a dal, ez idevág, az a címe, hogy Harvest for the world. Mikor lesz ennek a földnek az aratása?
hoping life gets better for this world. Thank you very much. Köszönjük szépen. Tudom, hogy ez nem volt olyan ismert dal, de nem akartuk egy szomorú befejezéssel zárni ezt a ránk eső részt. Köszönjük még egyszer, és őrizzék meg a testvéremet. Úgy, amilyen szépen ápolták eddig is az emlékét, meg ahogyan szerették. Köszönjük még egyszer. Köszönjük szépen. Csodálatos volt, köszönjük szépen. Hát tulajdonképpen a mai esnek, vagy emlékkoncertnek a halk része az ezennel véget is ért, innentől kezdve lesznek már kicsit hangosabb zenék is, bár természetesen mindaz, amit Levente a zenekaréban bemutatott, abban is voltak szép dallamok, úgyhogy lesz majd most innentől kezdve minden, de már innentől kezdve minden a Levi zenekaraihoz köthető. Hiszen egy közösségi ember volt, és nagyon szeretett a barátai között lenni. Talán a legfontosabb, amit át tudott adni egy ilyen baráti társaságban, az a vidámság. Hiszen ahogy Laurát is láttuk, aki Ádámot is ismeri, tudja, hogy a Rizs család egy igazi mosolygós család. Az a kép, amit folyamatosan látunk Leviről, az egyik legjellemzőbb kép róla, mert tényleg mindig mosolygott, és bármelyik társaságba belépett, mindenkinek mosoly csalt az arcára. És volt egy küldetés tudata, hogy ezt a vidámságot, ezt a hangulatot a zenén keresztül szerette volna átadni. Hát elsősorban Rákosmente közönségének, azokon a rendezvényeken, amelyeket a főtéren, vagy az Autómentes napon, május 1-én, az Aranykút Fesztiválon a közönségnek műfaji korlátok nélkül zenélni, örömet adni. De nem csak ilyen rendezvényeken. Aztán majd átadom a szót, te is beszélhetsz, csak ha belelendülök egyszer, akkor nem tudok pontot rakni, tudod? Főleg, ha Leviről van szó. Szóval ő fontosnak tartotta azt is, hogy részt vegyünk olyan eseményeken, ahol például egy másik oldalunkat tudjuk megmutatni. Elmentünk a Gózon színházba a költészet napján, nagyon halkan, visszafogottan zenéltünk, de arról már beszéltünk, hogy ő elment és a zenekarával koncertet adott templomokban. Mert mindez számára fontos volt, hogy valami hangulatot, valami pozitívumot átadjon a közönségnek. És hát én érzem, adja ma is. Elmondanám akkor a másik oldaláról. Ezt a részét úgysem tudnám ilyen jól összeszedni, mert úgyis te írtad. De hogy így az első ilyen alakulásnál ott álltunk a nézőtéren, ugye a főtéren többféle rendezvény van, hallottuk, Autómentes nap, Majális, szoktunk ezeken a rendezvényeken találkozni, és ugye már kiléptünk ezekből a gimnáziumi időkből, némileg kevesebb lett a hajunk, stb., tehát némi változásokon estünk át, és ezek a nagy gimis időszakok, ezek a nagy hirtelen, és egyébként hát nem annyira zajos karriert befutó zenekarok, viszont szép csendben elmúltak, és ilyen otthoni garázs zenélésé mentek. Én is tulajdonképpen ezt az ipart most már tulajdonképpen a dolgozó szobába űzöm, ott is csak addig, amíg enged. És akkor jött a Levi, és azt mondta, hogy csináljunk egy zenekart. És akkor ott zenéltek. Hát persze a lehetőség adott volt rá, hiszen ott voltak ezek a rendezvények, és egy kicsit kétkedve figyeltük. Aztán a mindenit, ez is jó lett. Igen, és nem csak billentyűsként, volt, hogy gitározott, talán páran emlékeznek rá, amikor az első emeletet látta vendégül a kerület, akkor felállt melléjük, és gitározott, nagyon sokszor énekelt is. Ezeket a pillanatokat szeretnénk most visszaidézni azokkal a barátokkal és egykori zenésztársakkal, akik nagyon sokat kaptak Leventétől. Bízunk benne, hogy azért visszafele is adtunk valamit. Takás Botonddal és Szabó Szilárddal már találkoztunk ma este. Hozzájuk csatlakozik most Levi legjobb barátja, Martonosi László, Lala. Ő egy külön tapsot is megérdemel szerintem. És az RLB egykori gitárosa Aros Zoltán. Amikor én bekerültem a csapatba, akkor Aros Zoli volt a gitáros, és billentyűs hangszeren közreműködik Fercsik Viktor, Jimmy. Jön az RLB zenekar, legalábbis azt az időszakot idézzük meg, és egy Sting klasszikus. Fogadjuk őket nagy szeretettel.
gone from blessing to curse. Never saw no military solution. It's a good taste, end up with something worse, but let me see. Köszönjük szépen, és tényleg csak néhány mondat erejéig egy kicsit röpüljünk vissza a múltba. Hihetetlen, hogy már ennek is ennyi éve, pedig biztos vagyok benne, hogy sokan vannak itt a közönség soraiban, akik még emlékeznek is ezekre az időkre. Szóval 2011 májusában járunk, az előbb már megidézett egyik ünnepek egyikén, talán éppen a Majál is, igen, május 1-e volt az, a jeles nap, amikor Rákos Mente centrumának új közösségi központját, a főteret hát átadták, és itt találkozott először egymással két ember, amiből aztán egy fantasztikus barátság, egy közös zenei munka, egy műhely munka lett, és hát nagyon-nagyon szép dolgok kerekedtek ki belőle. Ez az ember nem más, mint akit ma már itt láthattak a színpadon, arról lehet felismerni, hogy nem sokkal, de jóképűbb, mint én, kicsit magasabb is, és a hangja is jobb, és ő viszont tud énekelni, nem is akárhogy, talán a Sing Singből is sokan emlékeznek rá. Szóval itt találkoztak először Riz Leventével, és bizony ebből egy fantasztikus barátság, meg valami több is született, csatlakozott az RLB-hez, mert hogy ezen a bizonyos 2011-i május 1-én ott rögtön egymás tenyerébe csaptak, hogy a következő próbán Abaházi Csaba ott lesz, és ott volt. Most meg itt van. A többi pedig már történelem, ahogy szokták mondani. Megidézünk ebből az időszakból is egy dalt. Indiának
és én elhiszem, hogy benned is ég az a láng. Legyen közös a bánat, közös a bűn, és közös a feloldozás. Ez egy indián tánc, és én elhiszem, hogy benned is ég az a láng. Legyen közös a bánat, közös a bűn, és közös a feloldozás. Én tűz vagyok akkor is, ha nem hiszed, hát ég velem, vagy ég veled, reszketve öleld az életet. Mert ez egy tánc, és én elhiszem, hogy benned is ég az a láng. Legyen közös a bánat, közös a bűn, és közös a feloldozás. Ez egy indián tánc, és én elhiszem, hogy benned is ég az a láng. Legyen közös a bánat, közös a bűn, és közös a feloldozás. Ugye említettük már, hogy voltak templomos koncertek. Engem ebből valami, hogy mindig kihagytatok. Nem véletlenül. Nem véletlenül, azt mondja Boti. Szóval nem csak ilyen egyházi dallamokat adtak elő Levente és csapata, hát azért kell így fogalmaznom, hanem olyan gyönyörű dallokat is, mint a most következő Sting klasszikus. És most ilyen kronológiai sorrendben haladunk, ha belefér egy ilyen kis rövid történet, hogy mikor én ugye a zenekarba kerültem, ahogy azt már mondtam, Aros Zoli volt a gitáros, de már előttem is volt, hogy Mirák Józsi megfordult ebben a zenekarban, és aztán egyszer csak jelezte, hogy ő visszatér, amikor Aros Zoli úgy döntött, hogy a tanulmányaira koncentrál. Úgyhogy most Mirák Józsit várjuk ide a színpadra, nagy-nagy szeretettel. És az volt ennek a zenekarnak az az időszaka, amikor kizárólag feldolgozásokat játszottunk, olyan dalokat, olyan ismert számokat, amit a közönség is ismerhet, és akkor így közösen tudtunk énekelni, mosolyogni a dalokon, és adott esetben ugrálni, táncolni, akinek volt hozzá kedve, vagy tehetsége. És Sting dalt már hallhattak ma, vagy hallhattatok ma, és ez fontos volt Levinek, hogy Sting dalokat játszon, mert ő nagyon szerette Sting muzsikáját. És mielőtt a következő dalba belemennék egy nagyon-nagyon rövid, hát tulajdonképpen ilyen kulisszatitkot hadd áruljak el, hogy az előző dalban, amit játszottunk, az indián táncban, hogy lehetett itt velünk Levente? Mi ezt felvettük a stúdióban annak idején, ahol Levente billentyű játéka is benne volt természetesen, a vokája, és van egy kis kütyünk, hívjuk kütyűnek, nem tudom, hol Lala, ezt meg tudjuk mutatni? Vagy csak rá, mutass rá, hogy ott van Lala mellett, ő irányítja. A zenekari tag lett, ő is Dezsőnek hívjuk. Tényleg egy ilyen kis ekkora, mint ez a mappa. És ezen kütyű segítségével meg tudtuk őrizni Levente játékát, sőt, ilyen alkalmakkor
továbbítani is tudjuk a közönség számára. Erről beszéltem még az egész koncert előtt, hogyha becsukjuk a szemünket, akkor hallani fogjuk a hangját. Hát az előző dalban hallhattuk, és nem ez volt az utolsó, amelyben hallhattuk az ő hangját. Most viszont egy olyan dal következik, amit sajnos nem rögzítettünk a stúdióban, így Levente játékát csak hozzá tudjuk képzelni, úgyhogy Jimmy, Fercsik Viktor Jimmy fog minket segíteni billentyűs hangszereken. Egy Sting klasszikus jön. A mikrofonnál pedig újra Szabó Szilárd.
minden felől. Jelszó, jelszó hátán a szavakat hazugok rágják, és várják, hogy majd összedőlnek az ezredéves bástyák. Ha van még valami tiszta ezen az elveszett világon, azt máshol nem találom, csak a lányom szívében látom. Hát miért ne gondolnék rád? Miért ne gondolnék rád ezután? Mondd, miért ne gondolnék rád, hogy hol jársz, mit csinálsz? Merre visznek, merre szédítenek, akik semmiben sem hisznek, más se hallasz tőlük, csak hogy mennyire jó lesz neked. Aztán mentik majd a bőrük, ha volt értelme annak, hogy mindeddig kibírtad. A legszebb verset úgyis a fiad szívébe írtad. Hát miért is gondolnék rád? Miért is gondolnék rád ezután? Mondd, miért is gondolnék rád, hogy hol jár? Szavára szelídebb ember leszek. A gondot hagyom másra, engem munka vár a kertben, amíg egy fát ültetek. A harcol áthagy bennem, de nem felejtek semmit, és kezdeném is újra. Ám a homlokomra írta, hát miért ne gondolnék rád? Miért ne gondolnék rád ezután? Hát miért ne gondolnék rád, hogy hol jársz, hogy mit csinálsz? Levi egyik kedvenc dal volt, meséltünk arról, hogy költészet napján is felléptünk, és többek között ezt a dalt adtuk elő. Azóta nem is játszottuk, ezt most direkt erre az alkalomra újítottuk fel. Van egy kötelező vallomásunk, egy nagy restanciánk, ugye meghívtuk, ki is írtuk a plakátra erre a koncertre. Szeretük volna, hogyha eljön Varga Miklós, meg is ígérte, de aztán tegnap nagyjából ezzel a hangon felhívott a Csabikám, sajnos le kell mondanom a koncertet, valami vírus megtámadta a torkát, de hogy miért hívtuk meg Varga Miklós, egy számot szerettünk volna vele közösen előadni, pont ezen a színpadon álltunk, egy valami rendezvény volt, ahol mi is felléptünk, és Varga Miki is fellépett, és nekünk a műsorunkban benne volt egy P-Box T-Mobile dal, és hát ültünk az öltözőben, és úgy felmerült, hogy hát ezt Varga Miki is énekeltet, miért ne énekelhetnénk el közösen? És azt mondta Miki, hogy ennek semmi akadálya, bejött és elénekeltük. Aztán
direkt meghívtuk már egy következő alkalommal, Komáromba, Rév Komáromba mentünk el, ahol ez a dal mellett még további Varga Miklós slágereket is játszottunk, és így kialakult közöttünk egy jó barátság, és hát ugye ezen az esten olyan előadók, zenészek lépnek fel a színpadra, akik valamilyen módon kötődnek Levihez. Sajnos Miki mindenkitől elnézést kér, viszont majd az adventi ünnepkörben a főtéren, ha addig meggyógyul, akkor bepótolja és elénekli talán majd ezt a dalt is. Ez a dal pedig talán nem is annyira meglepő, talán kitalálhattátok abból, hogy ez egy P-Vox, P-Mobil dal, amit annak idején Bencsik Samu írt Radics Béla emlékére, aztán nagyon sokan játsszák már Bencsik Samu emlékére és mindenki emlékére, aki valaha állt színpadon zenészként, de már sajnos nem állhat. Sajnos kötelességünk nekünk is eljátszani. A zöld, a bíbor és a fekete. Chill out.
nagyon sokszor tették fel nekünk a kérdést, hogy vajon fogunk-e játszani majd saját dalokat, és aztán Józsi egyszer csak előállt, hogy neki van egy csomó dala, amit akár megcsinálhatnánk. És aztán elkezdtünk saját dalokat írni Józsi segítségével, és közben nevet váltottunk. Nagyon hosszú lenne a magyarázat, csak annyit szeretnék mondani, hogy miért változtattunk nevet, ugye az RLB, Ríz Levente és barátai, ami egy nagyon jó név, hiszen mindannyian barátok voltunk, viszont hát ismerjük ezt a világot, hogy mennyire át van politizálva, és nagyon sokszor azért nem jöttek el esetleg koncertre, vagy azért nem kaptunk meghívást bizonyos fesztiválokra, rendezvényekre, mert ez volt a zenekar neve. Mi nagyon szerettük és szeretjük Levit továbbra, és ezért úgy döntöttünk, hogy olyan nevet változtatunk, vagy választunk, amiben senki nem tud belekötni, ami önmagától való, ami önmagában jó. És így a saját dalainkkal együtt már mindenhol meg tudjuk állni a helyünket, és senki nem lát mögé semmit. És volt egy névváltoztató bulink, és ezt így előzetesen megjelentettük, hogy nekünk ez lesz a nevünk, és van egy ős rajongónk, Bujjáki Zolinak hívják, aki már az első koncertre egy zászlóval lepett meg minket. Ez a zászló azóta is megvan, kicsit viharvert, nincs elszakadva, de nagyon koszos, de mi szeretjük. És ahogy látjátok, Levi azokon a hangszereken játszott, ezeket a hangszereket innentől kezdve minden koncerten ki fogunk rakni, és ezt a zászlót rá fogjuk helyezni minden egyes alkalommal. És hát amit tapsoltatok, az igen, az a még egy kör. Nagyon szépen köszönjük, ez jól esik, és ha már itt tartunk a történetben, hogy Józsi hozott nekünk dalokat, akkor játsszuk el azt, amit mindannyian nagyon szeretünk, és azt gondoljuk, hogy az eddig született saját dalaink közül a legjobb. Nem biztos, hogy a legnépszerűbb, de a legjobb. És a zenében persze a Józsi szerezte, mindannyian benne vagyunk, a szövegében is, egyébként Borvári Laci írta, de mindannyian tettünk bele, Levi is, és a billentyű játékát Dezső segítségével, ahogyan azt már korábban bemutattuk, őrizzük, sőt, a hangját is halljuk, ahogy vokálozik a refrénben. Jön tehát a Védőháló. Yeah.
Virág Józsi. Nagyon szépen köszönjük. Tegye fel a kezét, aki volt korábban RLB vagy még egy főkoncerten. Gondolom, hogy nagyon sokan, nagyon hálásak is vagyunk. És emlékeztek rá, hogy volt olyan pillanat, amikor a dalokban én háttérbe vonultam, és a Levi énekelt, és az elmúlt egy évben sajnos ezt nem tudtuk megtenni, mert amióta hírt kaptunk arról, hogy a betegsége nem teszi lehetővé, hogy ő színpadra álljon. Ennek ellenére ő minden erejét összeszedve sokszor eljött velünk és játszott is velünk. De egy dalt nagyon hiányoltunk mindig a koncertekről. De hál' Istennek a 21. században élünk, és a technika a segítségünkre volt. Nagyon sok olyan koncertfelvételt tudtunk előszedni, amit vagy a Rákosmente TV, vagy valamelyik lelkes rajongó, vagy mi magunk készítettünk, és így meg tudtuk őrizni az utókornak azt a pillanatot, azokat a nagyszerű perceket, amikor Levi nem csak zongorázott, nem csak billentyűzött, hanem énekelt is. Nem mondom, hogy könnyű pillanat lesz, de most Levit fogjuk látni és hallani a kivetítőn. Most olyan könnyű minden, szinte csak a semmit ad. A kutyákat elengedtem, és a forgó szél elvitte a vihar. Alattunk a tenger, szemben a nap zuhan. Nyeljük a csíkokat, és a világ kalkos szellőként suhan. Vékozló engel a magasban, összen nincs baj, nincs haragban, senkivel. Édurva zúrják a fákon a kabócák, hogy láss csodát, láss ezer csodát. Éhes futvillákkal vállamra ördögül, ballal elpöckölöm az élet jobb híján. Egyedül autó egyszer bentinen, meg ki tudja merre tart. Kócos kis romantika tejfogával a szívembe mart. Vékozló angyal a magasban, böffen nincs baj, nincs haragban, senkivel. Kédurva zúgják a fákon a kabócák, hogy láss csodát, láss ezer csodát. Kuszló angyal a magasban, böffen nincs baj, nincs haragban, senkivel. De kérdőlve zúgják a fákon a kabócák, hogy láss csodát, láss ezer csodát. Magasban, böffen nincs baj, nincs haragban, senkivel. Kédurva zúgják a fákon a kabócák, hogy láss csodát, láss ezer csodát. Láss ezer csodát. Láss ezer csodát.
buszban, böffen, nincs baj, nincs haragban senkivel. Kidúrva zúgnak a fákon a kabócák, hogy láss csodát, láss ezer csodát. Tékozva ennél a magasban, böffen, nincs baj, nincs haragban senkivel. Kidúrva zúgnak a fákon a kabócák, hogy láss csodát, láss ezer csodát. Lass ez egy csodát. Lass ez egy csodát. Köszönjük. A magasban, böffen, nincs baj, nincs haragban senkivel. Kidurba zúgják a fákon a kabócák, hogy láss csodát. Lass ez egy csodát. Tékozló angyal a magasban, böffen, nincs baj, nincs haragban senkivel. Bédurba zúgják a fákon a kabócák, hogy láss csodát, láss ezer csodát. Tékozló angyal a magasban, böffen, nincs baj, nincs haragban senkivel. Bédurba zúgják a fákon a kabócák, hogy láss csodát, láss ezer csodát. Tékozó angyal a magasban, böffen, nincs baj, nincs haragban senkivel. Kidúrva zúgják a fákon a kabócák, hogy láss csodát, láss ezer csodát. Láss ezer csodát. Láss ezer csodát. Rizz Levente! Tényleg azt gondoltam, hogy ezek ilyen sírós pillanatok lesznek, de mosolytsa inkább az arcom, és azt látom, hogy a tietekért is ennek nagyon örülök. Viszont szeretnék egy külön tasot kérni Horváth Petinek, aki összevágta ezeket a különböző koncerteket, egy hangra rátette, ez fantasztikus munka volt, nagy munka volt, és hát nagyon fontos munka volt neki csak őrizni Levi hangját, mosolyát. Ment tovább a történet, ugye azután, hogy kiderült, hogy Levivel nincs minden rendben, azt kérte tőlünk, hogy viszont ne álljunk le, mert az ő gyógyulásához az nagyon nagy segítség lenne, ha azt tudná, hogy a zenekar megy tovább. Tehát amikor ő majd meggyógyul, akkor vissza tud térni a zenekarban, és ha leállunk, akkor ez sokkal nehezebb lesz, tehát mi folytassuk. Idén januárban gitárost váltottunk, az új gitárosunk Sallai Tibor lett, őt szeretnénk most bemutatni, akinek nagyon nagy szerepe volt abban, hogy azokat a hangokat, amiket korábban Levente feljátszott a stúdióban, azt elő tudtuk csalni, elő tudtuk hozni, akkor is, amikor éppen Levente nem volt velünk, és hát így aztán az utókornak is meg tudtuk őrizni a játékát. Tibikém, ez nagy meló volt, nagyon szépen köszönjük. És egy rövid történetet hadd meséljek el arról, hogy lássunk ezer csodát, és tényleg láttunk ezer csodát. Tavaly, hihetetlen, mintha most történt volna, nem? Tavaly augusztus végén Lengyelországba kaptunk egy meghívást, és elmentünk, játszottunk feldolgozásokat, tehát azt gondolná az ember, hogy ott a messzi távoli Lengyelországban kiismeri a mi dalainkat, és azt kérték, a közönség jött előre a színpad felé, és azt követelték, hogy mi játszunk magyar dalokat, valamiért nagyon szeretnek minket, tehát ugye ismeritek lengyel-magyar barátságot, és volt velünk egy tolmács, aki folyamatosan a mi szavainkat tolmácsolta, illetőleg a lengyel közönség szavait felénk, és azt kérték, hogy játszunk saját dalokat. És mondtuk, hogy van egy dal, ami arról szól, hogyha éppen az ember útra kelne, akkor mi ezzel a dallal kívánunk széles utat, ahogy a motorosoknak szokták. Ha éppen arra vágyna, hogy szárnyalni szeretne a magasban, akkor leszünk mi a szél, ami a szárnyait egyengeti és viszi tovább. Ha meg szeretné találni önmagát, akkor leszünk mi, vagy lesz a dal maga egy ilyen tükörsima vízfelület, amiben ugye tükörképén meg tudja látni magát, és hogyha valami kell, ami feltüzeli, akkor leszünk mi a tűz. És ezt így elmondtuk már önmagában, a dal felvezetése nagyon tetszett a lengyeleknek, maga a dal pedig azóta is sláger Lengyelországban, legalábbis mi most ezt így gondoljuk, mert ott nagyon szerették, az a címe, hogy Leszek a tűz. Élet meg sem állsz, mikor fáj már.
Na, menjünk tovább. A Levi nagyon szerette a Sing Sing dalokat, ő kifejezetten várta azt a pillanatot, hogy játszunk az én korábbi zenekarom repertoáriából jó néhányat. Nehéz lenne ezen a mai estén a nagy slágereket, életfogytig rock and roll, halálamájra előhozni, úgyhogy nem is fogjuk, viszont van egy, ami nagyon kedves volt az ő szívének, és nagy örömmel játszotta, sőt, fel is vettük stúdióban, úgyhogy megint hallható lesz majd az ő billentyű játéka és a csodálatos vokálhangja. A Valamiben hinni kell című dalban. Valamiben hinni kell, próbáld meg még egyszer, remélj soha.
lángott fejjel a szakadék szélén állsz. A fájó érzések vadul törnek rád. Szabadság szárnyait ne tépd le magadról. Drága az életed, ne fogd el magadtól. Hidd el, hogy van erő. Hidd el, hogy van jövő. Nem adhatod fel. Az elmúlt egy évben, sőt aztán az utána, ebben az utolsó két hónapban nagyon sokszor felmerült, hogy van-e létjogosultsága így ennek a zenekarnak, amelyet Levi hozott létre, ő alapította, ő alakította. De mivel benne van a szellemisége, benne van a gondolatvilága, benne van az ízlése, benne van a játéka, az életének egy fontos szerepe, ezért, és hát azért is, mert hogy ő ezt kifejezetten kérte tőlünk, úgy döntöttünk, hogy nem állunk meg, megyünk tovább, és visszük tovább mindazt, amit Levitől kaptunk. Úgyhogy még egy kör folytatja az útját. Nem tudom azt mondani, hogy Levi nélkül, mert Levi mindig itt lesz velünk. Levi folyamatosan velünk van, és a játékát természetesen elvisszük minden koncertre. Levi mindig azt mondta, hogy annélkül nem állhatunk ki a színpadra, annélkül nem koncertezhetünk és nem lehetünk sikeresek, ha nem játsszuk el a Kölykött voltam című dalt. Na most azóta, amióta megtudtuk, hogy Levi betegsége akadályozza őt abban, hogy velünk játszon, nem játszottuk ezt a dalt. De azt mondtuk az új gitárosnak, hogy ez lesz a belépő dal. Ha el tudja játszani a Kölykött voltam című dalt, akkor, és jól, akkor ő lesz az új gitáros. Minket már meggyőzött, most jön a közönség. Beke Pétert szeretném bemutatni a kedves közönségnek.
akaratod rabja voltam. A vágyak bennem egyre nőttek, elfelejtem, hogy kölyköd voltam. Hiába hívnál meg tört szívvel, elnyeltek a sűrű városok. A tűzfalakra írtam éjjel, engem ne várjatok. Sorra elvonultak, percről percre messzebb jutok. Dereim hegyek kinőttek, áttörni rajtuk nem tudok. Szárnyaira vett a vágy, és nem mondhatok neked mást. A remény soha fel ne ad, megbetetnék hideg ágyamat. Mondtuk, hogy felajánljuk az összeget, az esnek a bevételét. Nagyon jó ügyre, ugye a rákosmenti rászoruló nagycsaládosokat fogjuk belőle támogatni. A család felajánlásából, mert hogy mi tovább szerettük volna adni ezt
az összeget, ők pedig azt mondták, hogy akkor éljen tovább az a hagyomány, amit Levente elkezdett, és te már tudsz egy konkrét dátumot, ha minden igaz. Igen, arról van szó, hogy beszéltem közben itt a nem előre tervezett rövid szünetben Horváth Tamás polgármester úrral, és megerősítette tulajdonképpen azt a szándékot és azt az információt, hogy ez a segítő szándékú akció, ez bizony folytatódik. A konkrét dátum, hogyha hoztad, ezt most nemrég hallottam, még meg tudtam pontosan jegyezni, ez tényleg december 18-án lesz. És nyilvánvalóan a megfelelő módon és megfelelő kommunikációs csatornákon az érintettek-e a további részletekről értesítve lesznek. Úgyhogy nagyon köszönjük még egyszer mindenkinek a szíves hozzájárulását azzal is, hogy itt vannak, és ennek is köszönhető, hogy ezt a segítő szándékú kezdeményezést folytatni tudjuk. Nagyon szépen köszönjük, és hát az meg kifejezetten jó, hogy anélkül, hogy tudták volna, hogy ezt az összeget mi tovább fogjuk ajándékozni, és jó ügyre fogjuk használni, mégis megvették a belépőket, de természetesen mi nem nyerészkedni szeretnénk ebből az esből, hanem ezt a gyönyörű szép hagyományt, amit Levente indított, ezt visszük tovább, és ahogy ígértem, jövőre is, és nagyon sokáig még minden évben szeretnénk ezt a koncertet megrendezni, és így aztán minden évben tudunk majd segíteni a rászoruló nagy családosokon. Ami most következik, az megint egy olyan pillanat, ami meglepetés. Néhány héttel ezelőtt kaptunk egy videó felvételt Ríze Levente feleségétől, ahol egy kertben egy születésnapi buli előtt az ő kis billentyűjén zongorázik és énekel. Ha nem teszem, talán már nem is lesz rá alkalom.
mindig ezt gondoltuk, hogy ha lehetne bármit kérni az élettől, egyetlen egy dolgot szeretnénk, hogy mindig egy körrel legyen több. Erről szól ez a dal. És gyorsabban éltem, nem érdekelt, hol lesz a vég. Semmit sem bánok, ha lehetne mindent újra megtennék. Csalódtam párszor, hibáztam százszor, azért van, amit felejtenék. De emlékből, élményből bármennyit gyűjtök, érzem, hogy sosem el. Sándor művelődési háznak, hogy segítettek, hogy odaadták ezt a nagy színpadot, odaadták egyáltalán a műfázat. Köszönet a technikusoknak, Krisztiának és Janónak, illetőleg Csavesznek, aki újra itt volt velünk. Csavesz, nagy köszönet. Szeretnék köszönetet mondani még egyszer Horváth Petinek, aki a csodálatos videókat készítette. Minden fellépőnek, aki ingyen és bérmentve eljött, hogy együtt emlékezzünk Ríz Leventével. Ríz Levente!
És még egy köszönetet engedjenek meg, aki egyik ötletgazdája vállára vett egy nagyon nehéz feladatot, összehozta ezt a sok embert, higgyétek el, hogy nagyon sok szervezéssel járt, és nagyon sok nehéz pillanattal járt, de azt gondolom, hogy a nevében is mondhatom, hogy megérte a színpadon a Még egy kört láttuk, és mindezt, aki most összehozta nekünk a ma estét, Abaházi Csaba. Nem az én érdemem, ezt közösen csináltuk, ez egy közös, tényleg közös munka volt. Nagyon hálás vagyok mindenkinek, aki eljött, aki segített, aki dolgozott, aki tett azért, hogy ez a nap, ez az este ilyen tökéletes legyen. Egyetlen egy dolgot szeretnék kérni tőletek. Őrizzétek meg a szívetekben Ries Leventét. Szép estét, minden jót, sziasztok! Szervusztok!